A Kisvárda drog találkozó esélyesének egyértelműen a tabellán 10 helyen előrébb található várdaiak számítottak, habár a hazaiak legutóbbi két otthoni meccsükön igencsak megszenvedtek. Előbb 3-2-es vereséget mért rájuk a Szolnok, majd a Budaörsöt csak egy hosszabbításban esett góllal tudták legyőrni. Az elmúlt fordulóban pedig Nyíregyházán játszottak úgy 0-0-ás döntetlent, hogy a bajnokságban először nem szereztek gólt. A dorogiak pedig jó formában várták a mérkőzést, hiszen 5 meccse veretlen volt az együttes, és a nagy csapatok igazi mumusainak számítottak idén, hiszen legyőzték a Nyíregyházát, az MTK-t és a Zalaegerszeget is. Az összecsapás elején úgy tűnt, a vendégek ezúttal is meglepetést okoznak, hiszen sokkal aktívabban kezdték a találkozót, már az 5. percben Víg Ádám lövése suhant el a kapufa mellett. A folytatásban is a dorog kezdeményezett, igaz a várdaiak előtt adódtak inkább a veszélyes lehetőségek. Előbb a 15. percben Gosztonyi lövése csattant a felső lécen, majd Melnyik puskázta a zicserét. Bogdán Melnyik zicserbe, Bogdán Melnyik! A szünet után nem csak a gólerős Ilics, hanem egy határozottabb Kisvárda futott ki a gyepre, a hazaiak pedig fokozatosan átvették az irányítást. A várdai uralom előbb csak helyzetekben mutatkozott meg, majd gólban is Vári lévén a 62. percben. Sikerül megcsúsztatni, és ott a gól! Megvan a vezetés Vári Barnabás a 62. percben. Innentől kezdve aztán már látszott, hogy a bányászvárosiak a várdas kalapját nem gyűjtik be. Sőt, slusszpoénként jött a 82. perc és a hazai duplázás, igaz a vendégek segítségével. Horvát nyargalhat. Most jön ki rá Bora, Horvát bepasszolja, és öngól. Horváth Zoltán passza után egy öngól, 2-0 a 82. percben. Ugye Branai Ilics elől próbált menteni a készségesen becsúszó vendégvédő, belsővédő a saját kapujába talált. A Kisvárda 2-0-ás győzelmével zöldesi hálója már 4 meccs óta érintetlen maradt, a tabellán pedig maga biztosan őrzi második helyét Gondás Elemér csapata. Azért nem indult jól, mert kicsit kényelmesebben játszottunk, sok hibával, és nem tudtunk a középpályán uralni a játékot, ugyanis nem volt meg nálunk a labda. Sok labdát elszórtunk, és rengeteg olyan hibát vétettünk, ami nem volt kikényszerítve, és ezáltal nem tudtuk megjátszani a támadóinkat is. Annak ellenére volt egy helyzetünk az első félidőben, amit elpuskáztunk, viszont azt hozzá kell tenni, hogy az ellenfélnek is volt helyzete, pontosan ezekből a hibákból adódóan, hogy középpályán elszórtuk a labdát, és abból el tudtak jönni kontrálva, vagy egy lepattanó, vagy bármi más, és ebből gólt kaphattunk volna, de szerencsére megúsztuk. Második fél időre váltottunk, ezáltal jobban megvolt a labda nálunk, sokkal jobb volt a játékunk a második fél időben, ami előbb-utóbb azt eredményezte, hogy gólt is tudunk rúgni, tehát uraltuk a második fél időt egyértelműen, és jöttek a gólok is. Az első gól egy pontrugásból, végre már újra pontrugásból sikerült gólt szereznünk, jól érkeztünk oda a hosszúra, és a második gólunk az pedig eldöntött a találkozás sorsát. A vendégek vezetőedzője Schindler Szabolcs a vereség ellenére elégedett csapata teljesítményével. A mérkőzés végeredményét tekintve természetesen elégedetlen vagyok, de én úgy gondolom, hogy a mai nap eljöttünk Kisvárdára dologként, egy kis csapatként. Én úgy gondolom, hogy 60 percig futballoztunk. 60 percig nézőként azt kell, hogy mondjam, nem tudtam volna megmondani, hogy melyik csapat játszik a feljutásért, tehát nagyon jól játszott a csapat, több gólszerzési lehetőségünk is volt, sajnos nem sikerült gólt rúgnunk. A második fél időben viszont a bekapott pontrugás utáni gól is megfogta egy kicsit a csapatot. Kockáztattunk, ezért is volt benne a második gól, de én összességében azt mondom, hogy ma azért megmutatta a csapat az arcát, hogy egy nagyon kellemetlen kis csapat vagyunk, akiknek az egyik legfontosabb profilja, hogy szeretnénk futballozni, szeretnénk eredményesek lenni. Azt is tudjuk, hogy eddig a nagy csapatok ellen jól ment. Az is igaz, hogy nekünk nem biztos, hogy Kisvárdát kell megverni idegenben, hanem azokat a csapatokat, akik a hátsó régióban vannak. A Kisvárdára a következő forduló előtt egy igazi nagy falat vár. A Magyar Kupában hazai pályán kedden kora délután a Ferencváros lesz a csapat ellenfele.